Üdv mindenkinek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj amerikai angolt a CNN hírcsatornával. Nos, ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és ha szeretnéd jobban megérteni az angol nyelvtant, akkor nézz rá arra a tréningre a leírásban, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis tanuljunk amerikai angolt a CNN-nel. Talán te is szeretnéd jobban érteni kifejezetten az amerikai angolt, és ezáltal az amerikai filmeket és sorozatokat. Tudtad-e, hogy van egy hihetetlenül gazdag amerikai angol tudásbázis, ami remek olvasási és szövegértési tartalmat és oktatást biztosít, és teljesen ingyenesen elérhető? Igen, a CNN-re gondolok, vagyis a Cable News Network hálózatra, amely amellett, hogy egy 24 órás sugárzású hírcsatorna, egy kiváló nyelvtanulási platform is egyben. Úgyhogy ebben a videóban elmondom, hogy miért tanulja CNN-ből, hogyan tanulja CNN-ből, és hol találod azokat az oldalakat, amelyeket kifejezetten nyelvtanulók számára hoztak létre. Úgyhogy vágjunk is bele. Nézzük az első kérdést, vagyis miért tanulj amerikai angolt a CNN-ből? 1. Egy nagyon gyakorlatias angolt tanulhatsz. Nos, azzal, ha hallgatod az oldalt és nézed a videókat, vagy olvasod a különböző cikkeket a CNN oldalán, egy nagyon gyakorlatias angol nyelvvel fogsz találkozni. Olyan szavakkal és kifejezésekkel, amelyet kifejezetten arra használnak, hogy leírják a világban folyó eseményeket, újdonságokat, aktualitásokat és folyamatokat. Tehát, hogyha túl sablonosnak érzed az angol tankönyved olvasmányait, akkor a CNN-t egy az egyben neked találták ki. Második előny. Képben leszel a világ eseményeiről. Ha a CNN-t nézed, akkor nem csak fejlődni fog az angol tudásod, de mindig tudni fogod, hogy éppen aznap mi zajlik a világban, melyek az úgynevezett forró témák éppen akkor vagy éppen most. És a harmadik előny, újságíró és riporter jelölteknek egy felbecsülhetetlen segítség. Ha érdekel téged az újságírás, mint szakma, vagy te is szeretnél újságíró vagy riporter lenni, akkor egyszer és mindenkorra megtanulhatod a szakterületen használt legfontosabb angol szavakat és szakkifejezéseket. És akkor nézzük a második nagy altémánkat, vagyis hogyan tanulj a CNN-ből. Arra kérlek, hogy menj föl a CNN oldalára, amit az edition.cnn.com címen találsz, de ha lejjebb görgetsz ennek a videónak a leírásában, akkor természetesen megtalálod a CNN linkjét, tehát menj föl az oldalra. Na most, az első, amit nagyon fontos és amit szeretnék elmondani, hogy légy aktív nyelvtanuló, amikor az oldalt használod. Tehát lehet, hogy te gyakran barangolsz magyar híroldalakon, és rájuk-rájuk nézel a nap folyamán, de ha igazán tanulni akarsz, akkor ne csak nézegesd és olvasgasd az oldal cikkeit, hanem légy aktív nyelvtanuló. Mit jelent ez? Tehát amikor az oldalt nézed, és egy ismeretlen kifejezést vagy szót találsz, akkor egyszerűen szótáraszt ki ezt a számodra új és ismeretlen kifejezést. Sok videót készítettem már arról, hogy hogyan kell angol szavakat tanulni, ezt meg fogod találni fönt a kártyám, de most foglalkozzunk kifejezetten a CNN-nel. Tehát, hogyha van például egy számodra ismeretlen kifejezés az oldalon, akkor megnyitsz egy Google fordítót, vagy valamilyen más szótárprogramot, megnézed, hogy mit jelent az az adott kifejezés, és én azt tartom a legjobbnak, ha kiírod magadnak egy füzetbe, de hogyha ehhez lusta vagy, vagy nincs elég időd, akkor tedd be ezt az adott szót egy Excel táblázatba.
Én azt javaslom neked, hogy nézd meg többször egy-egy adott videót, vagy olvass újra egy-egy adott hírt, egészen addig, amíg világos nem lesz számodra, hogy miről is van szó ezen az oldalon. És a második tanács, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy légy kitartó. Elképzelhető, hogy kezdetben ez egy időigényes folyamat lesz számodra, több időre lesz szükséged, hogy mindent kiszótárazz, de idővel és kitartással én garantálni tudom neked, hogy ez a helyzet változni fog, és később talán már szótáraznod sem kell. Ne feledd, az a cél, hogy teljesen természetes legyen számodra, hogy egy angol nyelvű híroldalról informálódsz, ezért azt javaslom neked, hogy használd ezt az oldalt, vagyis a CNN oldalát minden egyes nap. És akkor a harmadik lépés, honnan indulj? Hogyha megnézed a CNN oldalát, akkor azt látod, hogy ez egy nagyon gazdag oldal, rengeteg tartalom van rajta, de vannak olyan aloldalak, amit kifejezetten nyelvtanulóknak vagy kezdő nyelvtanulók számára fejlesztettek ki a CNN-en belül. Úgyhogy nézzük meg most ezeket az oldalakat. Az első ilyen oldal a fő oldalon belül, ezt úgy hívják, hogy Lesson Store. Ha lejjebb görgetsz a leírásban, meg fogod találni ennek az aloldalnak a linkjét. Ez egy nagyon-nagyon hasznos aloldal, ingyenes, kifejezetten nyelvtanulók számára fejlesztették ki, és nagy előnye, hogy olyan tartalmat tartalmaz videók és cikkek formájában, ahol kifejezetten magadnak válogathatod össze a nyelvi szintednek megfelelően, hogy mit szeretnél nézni és mit szeretnél hallgatni. Tehát beállítod, hogy te milyen szintű nyelvtanuló vagy, és az oldal ennek alapján fog feldobni neked különböző angol nyelvi tartalmakat. Ezért ezt az oldalt kezdő és haladó nyelvtanulóknak is nagyon-nagyon kifejezetten ajánlom. A második ilyen oldal, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, annak az a neve, hogy CNN 10, tehát CNN és egy 10-es szám. Ha lejjebb görgetsz, természetesen ezt az aloldalt is megtalálod a leírásban. Ez tulajdonképpen egy nagyon rövid, 10 perces hír show. A hét minden egyes napján találsz itt új videót és új tartalmakat, és ezzel az oldal tökéletesen alkalmas arra, hogy összekösd a kellemest a hasznossal, vagyis például minden este hazamész, és megnézed, hogy mik voltak az adott napnak a legfontosabb eseményei angol nyelven és 10 percben. Szerintem ez egy tökéletes eszköz, nagyon jó kiegészíti a bármilyen más angol nyelvű képzést, amit folytatsz, tehát ha nincs kedved aznap nyelvi teszteket kitölteni, vagy nincs időd arra, hogy megnézz egy angol nyelvi sorozatot, akkor kifejezetten ezt az oldalt javaslom, hiszen 10 percben szórakozva tudsz angolozni és informálódni. Ezt az oldalt is nagyon ajánlom mind kezdő, mind haladó nyelvtanulóknak. És a végén egy igazi kis gyöngyszem, ennek az aloldalnak az a neve, hogy United Shades of America, vagyis Amerikai Egyesült Árnyékok. Ha lejjebb görgetsz, akkor szintén megtalálod ezt az aloldalt a leírásban. Ezt az oldalt kifejezetten azoknak ajánlom, akik az Egyesült Államokról, az ott élő emberekről, kisebbségekről, az etnikai csoportok mindennapjáról akarnak többet megtudni. Tehát kifejezetten az Amerika őrülteknek szól ez az aloldal. A műsor hetente egyszer jelentkezik, és tulajdonképpen ez egyfajta dokumentumfilm sorozat, amely sorra veszi és bemutatja az Amerikában élő kisebbségi közösségek mindennapjait és az ő kihívásaikat. Ha szeretnél többet megtudni az Amerika Egyesült Államokról, akkor nagyon érdekes lehet ez a sorozat számodra, de a szó használata és a probléma felvetései miatt ezt inkább haladó nyelvtanulóknak ajánlom. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad a benne lévő információkat. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!